Sziasztok, üdvözlök akkor ismét mindenkit. Itt vagyunk Kiskunlaszházán, akkor nézzük meg ezt a vasútállomás, hogyha már olyan sok időm van a vonatig, úgyis akkor nézzétek meg, mindjárt mutatom. Tehát itt most éppen Dömsöt fele nézünk, és itt van két használaton kívüli vágány, azok hogy eltűnnek a gazban, de az átjáron átjönnek. Egyébként maga a város az arrafele van, Lacháza. Hát egy olyan jó 2 kilométer, ugye a bekötőúttól. És egyébként igen, ez a két, és akkor ott látjuk a vezető négyzet. Hát ez a két vágány, ezt használtuk hívni, ez valami iparvágány lehetett itt, és gondolom, hogy már régóta nincs itt semmi. És akkor ott látszik előttünk az állomás épület. Van egy P+R parkoló is, ugye közelebb megyünk, megnézzük. És akkor itt látszik, hogy a fényes sínek azok már használatban lévők. Két vágány között van peron, a személyi vonatok, a személyszállítók azok oda jönnek. Az, hogy teherforgalom van-e, azt nem tudom, de nem úgy tűnik. Már ez a pályán azért rendszeresen van, tehát itt tehervonatokat biztos állítanak félre. De szerintem itt kiszolgálás sehova nincs. Legalábbis nekem nem úgy tűnik, hát ez a két vágány ez biztos nem, de nézzétek meg, hát itt van, tehát vörös négyzettel kiszárva. És akkor csak ott tegye. Ott van egy útátjáró, rendesen fényes, félsorompós. Hát akkor menjünk egy picit beljebb, nézzük meg akkor az állomást. Itt a P+R parkoló, jelenleg üres, most vonatmentes idő van. És akkor itt van még egy vágány, az a legelső. Ennek itt a vége. Földkúp. De akkor ez... Itten ez a vágány mentén akkor be is sétálhatok. Egy ilyen nő, de az összes kijárati jelző vödös, úgyhogy most nem ilyen vonat, de szerencsék van, akkor még egy-két elvonatot is el tudunk csípni. És hát akkor majd mindjárt jelentkezek onnan előréből. És akkor itt vagyunk közben az állomáson. Ugye itt a második, harmadik vágány között van egy peron, meg itt a első és a második közt is van egy. Hát ez pedig, nem tudom, hogy ez egy szolgálati lakás, vagy csak egy melléképület. Itt van, de és ez nem tűnik nagyon elhanyadottnak, tehát ez itt lehet lakni, és na, közben az meg valaki telefonál. Nem baj, rájössz még, már ki is vagy. Majd vissza leszel hívva. És akkor egyébként meg, ez pedig már maga az állomás épület. Még egy kicsit közelebb, akkor majd levideózom. Hát itt van maga az állomás épület. Az emeleti része az egy szolgálati lakás volt, de csak galambok lakják. Ott váróterem nyitva van. Azt majd még megnézzük. És akkor mindjárt megnézem az utcafrontot is még. Valószínűleg forgalmi szolgálat is van. Ez pedig valószínűleg melléképület, de hát itt lehet valami esti, vagy ilyesmi volt. Viszont van víz. Meg az is lehet, hogy működik. Igen. Tehát legalább vizet azt lehet venni. Vizes lakonokat feltölteni, és hát a WC-t is megoldották, rendesen van két toj-toj. Mondjuk úgy látom, le van zárva, úgyhogy hát van is, meg nincs is. Már még lehet, hogy a forgalomból el lehet kérni a kulcsot. Hát ez pedig itt az utcafront, hát ez annyi ez. Itt be se lehet menni. OSB lappal minden be van. Tehát téve. Ez ennyi. Váróterembe se lehet itt bemenni. És elfordul a mi irodába, csak a túloldalt. És egyébként ott még szintén van egy P+R, meg egy B+R parkoló. És igen, itt már B+R is van. Az még ki is van használva, azért van ott egy pár bicikli. Hát itt meg hát azért itt látszik, hogy nincs jó állapotban az állomás, de itt ezen a részen már vakolat sincs. És a galambok lakják minden irányba. Ott is van egy fosógép, úgyhogy most egy kicsit inkább arrébb jövök. Nehogy éppen most jöjjön rá a szapora. És hát akkor ez gyakorlatilag ennyi. Ez pedig itt már Délegyháza fele. Hát. Még nagyjából rá lehet látni a... Léte is az átjáróra, és hogyha jön valami, akkor arról tudni fogok. És hát akkor ez a videó, ez akkor ennyi volt.
ennyi lett volna, mondom, köszönöm, hogy megnéztétek, akkor azt is lehet lájkolni, lehet diszlájkolni. Ez is egy ilyen spontán videó, ha már egyszerre jártam, és még sokat kell várni a vonatra, akkor addig még körbe tudom járni az állomást. Egyébként ott a háttérben van még egy rakodó, de az annyira nem érdekes. Ugyanilyen rakodó, mint a többi, úgyhogy most addig nem megyek el. Úgyhogy, sziasztok!